Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő szeretne valamit közölni veled. Akarja tisztázni, rendezni a dolgokat. Hogyan teszi? Miről van szó? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A központi téma itt felül látható. Itt a napról, a napsugárzásról van szó. Ez jelenti az ő magabiztonságát, vagy a te magabiztos fellépésedet, a vonzalmat kettőtök között. Itt szemben álltok egymással, egymásra figyeltek, és itt a valóságról van szó. Ő kimondja a valóságot, vagy fordítva, hogy te mondod ezt ki, és megvan kettőtök között a vonzalom. Itt látható, hogy ő egy fehér paripán közeledik hozzád. A kezében van az arany kehely, amit átnyújt neked. És ez a kehely szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ő kimutatja az érzelmeit. Lehet, hogy pontosan erről szeretne itt beszélni veled. Te vagy itt a királynő. A kezedben van ez a kard, és az jelenti a levegő elemét, és a levegő eleménél a szabadság érzelméről van szó, vagy kommunikációról. Te is szeretnél valamit közölni vele. Ez a kép itt nagyon érdekes, hiszen itt látható, hogy ez a hölgy rajzol valamit, fest valamit. Mondhatnánk azt, hogy ez a munkája, egy kreatív tevékenység, jól csinálja a dolgokat. A háttérben ez a két személy nagyon figyelgeti őt, hogy mit, hogyan csinál. De nem dicsérik, hanem inkább úgy tesznek, minthogyha nem értene ehhez a munkához. A kártyáknak szimbolikus jelentése van. Az jelentheti azt, hogy te jól végzed a munkádat, mások figyelgetnek téged, az is lehet, hogy irigyek rád. Nem mondják ki azt, hogy tehetséges vagy. És a lelki társad ezt tudja. Lehet, hogy ezt is közölni szeretné veled, hiszen fáj neki, hogy mások téged megbántanak ezzel. Az is lehet, hogy ő van ebben a helyzetben, és erről szeretne veled beszélni. Persze nem csak erről van szó, hanem a vonzalomról és az érzelmekről is. Itt mindkét kártyán a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó. Itt ez a kártya utal a múltra, és itt megjelennek a kelyhek, utalnak a könnyek mezejére. Tehát itt vannak fájdalmas emlékek. Nála is, nálad is, mindkettőtöknél. Tehát ti elhagyjátok ezt a helyzetet, mondhatnám úgy is, lezárjátok a múltat. De mivel megvannak ezek a fájdalmas emlékek nálad, vagy nála, vagy mindkettőtöknél, féltek belépni egy párkapcsolatba. Hiszen erre utal ez a kép. A négyes szám azt jelentené, hogy mindkettőtöknél megvan ez az igény egy tartós párkapcsolatba belépni, viszont féltek ezt elfogadni, hiszen az élet itt nyújtja ezeket a lehetőségeket, de ti elfordultok ettől. És ez nem veled vagy vele kapcsolatos, hanem a múlttal, a múlt miatt vannak ezek a félelmek. És itt felül megjelenik Pégázus,
ez a ló, ez a szárnyas ló, ami szimbolizálja azt, hogy át kell tenni magatokat ezeken a félelmeken, ezeken a negatív érzelmeken, mert ez szabadít fel benneteket. Mit hoz a jövő? Itt lehet egy utazás vagy változások. Vannak tervek, nem csak a közeljövőt illetően, hanem ami a távoli jövőt illeti, ebben az irányba tekint. Itt ez a középső kártya mutatja azt, hogy ő játszik, illetve én úgy mondanám, hogy figyeli a játékszabályokat, hogy ki mit akar tőled vagy tőle, és akkor lesznek itt okos döntések, mert ő nagyon diplomatikus. És a harmadik képen megjelenik a karácsony, itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy megajándékoz téged, vagy lesz egy meghívás, vagy szeretné a karácsonyt veled tölteni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!